A Győri Holt marcal. A bányatavakhoz hasonlóan itt is piktogram jelzi, hogy tilos a fürdés. Persze van, ahol megengedett a nyári lubickolás, mint például az aranyparton. Itt a szabas strandon tábla hívja fel a figyelmet a veszélyekre, vagyis hogy mély vízben csak az úszni tudók fürdőzhetnek. Sokan nem törődnek a felhívással, de vannak olyanok is, akik saját képességeikkel sincsenek tisztában. A fürdőzésnek számos veszélye van, és ez főként az idősebbekre, a szívbetegekre vagy a magas vérnyomásúakra igaz. Általában aki ugye szívbeteg, kezelt magas vérnyomásos, tudja magáról, hogy ilyen gondja van. Nyilván a tűző napot, az kerüli, hiszen nagyon erős az ultraviola sugárzás is. Tehát ha így az árnyékban nem felhevülten kellő folyadékkal és nem alkoholos állapotban megy fürdeni vagy úszni, olyan helyen, amit ismer. Tehát nem egy gödrös rész, vagy egy folyásos, vízfolyásos baleset veszélyes rész, nem hiszem, hogy a nagyobb veszély fenyegetné, ha fürdik és úszik. A kánikulában nem elég a vízparton tartózkodni, vigyázni kell testi épségünkre is. A házi orvos azt mondja, strandidőben megnő az ügyeletre látogatók száma, az esetek többségében napszúrással, bőrpírral, égési sérülésekkel vagy rovarcsípéssel keresik fel a szakembert. Az általános tanácsokat pedig érdemes megfogadni, többek között azt, hogy felhevült testünkkel ne ugorjunk a hideg vízbe, hanem előtte mindenképpen tusoljunk le. Használjunk naptejet, délelőtt 11 és 15 óra között tartózkodjunk árnyékos helyen, és a melegben fogyasszunk bőségesen folyadékot, lehetőleg ne alkoholos termékeket. Az idősebbeknek és a különböző betegségben szenvedőknek pedig fokozottan kell figyelniük a hőségben, hogy ne ismétlődjenek meg az elmúlt hetek tragikus eseményei.